Folytassuk is a raktáros elméletet a hatodik résszel. Határozza meg a komissziózás fogalmát, célját, mutassa be a komissziózás folyamatát. Jellemezze a komissziózási stratégiákat, határozza meg a különböző stratégiák alkalmazásának jellemzőit ismertesse a komissziózási rendszerek osztályozását az árumozgás és a szervezés szempontjából. Kulcszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk komissziózás folyamata egy lépcsős, illetve két lépcsős. Megrendelésenkénti soros komissziózás, megrendelésenkénti párhuzamos komissziózás, cikkelemenkénti párhuzamos komissziózás. A komisziózás célja, hogy a raktári tárolótérben elhelyezett árukból olyan mértékű és összetételű küldeményeket állítson elő, amely megfelel az árut rendelő ügyfelek leadott igényeinek. Másként a komisziózás, árugyűjtés, az áruk előre megadott megrendelések szerinti kiszedését és összeválogatását megvalósító folyamat amely a megrendelés átvételével kezdődik, és a kiszedett áruk rendelésének megfelelő összeállításával fejeződik be. Felmérések szerint sok raktárban a raktározás változó költségeinek 50%-át a komissziózás kiadásai adják. Ezért valóban nagyon fontos, hogy a raktározási szakember kiemelt figyelem, figyelmet szenteljenek ennek a kérdéskörnek, különös tekintettel arra, hogy a komissziózás leginkább élő munkaigényesebb raktári tevékenység. Az áromozgásokat csönkedhetjük azáltal, hogy a tárolótérben és a komissziózatérben lévő árukat konzekvensen elválasztjuk egymástól. Ez a komissziózást egy kisebb területre korlátozza, bár ugyanakkor kétszeres áromozgatást eredményez, mert a tárolótéren elhelyezett árut, több a komissziózó térbe kell továbbítani. Ez a művelet a tároló térbe érkező új áruk elhelyezésével, a feltöltési művelettel ütközhet, ha a folyamatot nem szervezzük meg a kellő körültekintéssel. A tárolási és a komissziózási területek különválasztása történhet horizontálisan és vertikálisan. A vertikális szétválasztás lényege, hogy a tároló téren belül képezzük ki a komissziózásra kijelölt helyet, mégpedig az állványzat legalsó vagy szükség esetén alsó sorain. Ez e feletti sorok az árok tárolására szolgálnak. Vagyis a komissziózás a tároló téren belül történik ez a vertikális, amikor az alsó sorokat, ugye, amit olvastam, hogy, hogy itt vannak a poiszt soraink, és akkor az alsó sorokat, eh, a alsó sorok a komissziózások élelőtt helyek, mégpedig az állványzat legalsó, vagy szükséges hogy az alsó sorain. Az e sorok pedig az áruk távolására szolgálnak, ugye. És akkor most nézzük meg a, ez volt ugye a vertikális. És most nézzük meg a horizontálist. A horizontális elválasztás lényege, hogy a komissziózásban érintett árukat, egységeket először a raktár egy külön ecérre leválasztott, elkülönített részére az úgynevezett komissziózó munkaterületre szállítják. Tehát egy külön munkateret, komissziózó legyen kábetű. Ebben az esetben tárolótéren téren kívüli komissziózásról beszélünk. A komisziózási rendszereket ez a táblázat ö, mutatja be. Tehát van egy részfolyamatunk, meg egy változatunk. Áru összekészítés lehet ö, statikus és dinamikus. Árokiszedés, elrendezés. Ö, egydimenziós, illetve kétdimenziós lehet, amit itt, itt láthatunk. Árukiszedési mód lehet kézi vagy automata. Áru eladás lehet centralizált és decentralizált. Egyébként visszatérek ez az árukiszedés elrendezése, más néven árukiszedés lebol lebonyolítása más néven. Tehát lehet egydimenziósan lebonyolítani, illetve kétdimenziósan. És akkor nézzük is meg a másik táblázatot. Erről a táblázatra egyelőre ennyi. De nézzük meg a másikat, mindjárt láthatjátok. Hát van egy komissziózási folyamatunk, és egy komissziózás rendszerünk. Komissziózás folyamat lehet a felosztás, lebonyolítás, kigyűjtés szerint komissziózási folyam, folyamat. Ugye a felosztás, a felosztás történhet egy zónás, vagy több zónás módban. Tehát rendszerbe, bocsánat. A lebonyolítás lehet egy lépcsős, vagy több lépcsős. A kigyűjtés lehet párhuzamos, vagy soros, mondjuk sorba gyűjtik. Tehát a felosztás, még egyszer ismételjük át ezt, amit itt látunk a táblázatban, tehát felosztás lehet egy zónás, vagy több zónás. Lebonyolítás lehet egy lépcsős, vagy több lépcsős. A kigyűjtés történhet párhuzamosan, vagy sorosan. Nézzük is meg a tároló téren belüli komissziózás előnyeit és hátrányait. A tároló téren belüli komissziózás előnyei. Egyszerű anyagáramlás. Nincs szükség közbenső szállításokra, csak az áru leemelésére. Egyszerű az információ áramlás. Hátránya a tároló téren belülnek az, hogy hosszúak a komissziózási útvonalak. Viszonylag kicsi a komissziózási létesítmény. Kedvezőtlen a tárolás szervezési módszert kíván. Például kötött, helyfoglalásos rendszer. Nézzük is meg akkor tárolótéren kívüli komissziózás előnyeit és hátrányait. Nagyobb komisziózási teljesítmény van a tárolótéren kívülinek. Másrészt a tárolótérben tetszés szerint tárolási módszer alakítható ki. Hátránya viszont. Bonyolult az anyag áramlása. Nehezebb a raktárban az anyagmozgatás mozgatás megszervezése, irányítása, illetve bonyolultabb az információ áramlás. Mit is beszéltünk a tárol tárolótéren tároló téren belülinél? Ott viszont egyszerű az információ áramlás. Még a ki Tárolótéren kívülinél bonyolultabb távolatom belülnek ugye egyszerű volt az anyagáramlása, ennek bonyolult. A kívülinek bonyolult. Ugye a távolatom belülnek nem volt ugye szükség közben szállításra, még itt volt. A tároló téren kívülinél. Tehát muszáj egy közbenső szállítás. És Ö... nagyjából szerintem erről a két táblázatról ennyit, és menjünk tovább, mert az időnk folytán van. De ennél még egy, egy mondatra rátérnék mégiscsak. Tehát, mivel mindkét rendszernek megvannak az előnyei és hátrányai, ezért két rendszer közti választás megvá meghatározó tényezőket mérlegelni kell. Például a gép, eszköz létszámigény ennek költségei. Tehát amikor mi eldöntjük, hogy tárolótéren kívül itt, vagy tárolótéren belül itt szeretnénk, akkor mindenre gondolnak, gondolkinek a gépekre, az eszközre, a létszámra, hogy melyik jön ki gazdaságosabban, ezt nekünk kell eldönteni. És akkor most tényleg ennyit erről. Térjünk rá Komissziózás folyamatával, ami lehet egy lépcsős vagy két lépcsős. A komissziózás folyamata a különböző részfolyamatok egymáshoz kapcsolódó sorozatából tevődik össze a megrendelés fogadásától a rendelések összeállításáig. A teljes folyamat lehet egy lépcsős vagy két lépcsős. Nézzük is meg, amit itt látunk a képen, ezt a egy lépcsős komissziózást. A dolgozó egy teljes megrendelés árui gyűjti ki attól függetlenül, hogy az a raktár melyik részében található. Az árukiszedési jegyzék megegyezik a megrendelő levéllel. Olyan esetben célszerű alkalmazni, amikor a megrendelés kis választék számú, de a választék sok elemet tartalmaz. Tehát akkor érdemes alkalmazni ezt, még egyszer térjünk el rá az egy lépcsőset, amikor kicsi a választék. De viszont a választék sok elemet tartalmaz. Tehát kis választék számú, de ez a választék sok elemet tartalmaz. Akkor alkalmazzuk ezt az egy lépcsős komissziózást. A soros egydépsés komissziózás során végbe menő áruáramlás folyamatait nézzük is meg. Amit itt az ábrán sajnos nem látunk. A soros kihűjtés azt jelenti, hogy az egyes megrendeléseket egymás után gyűjtik ki. Első. Az áru előkészítése, melyek során a raktárba tárolt cikkeket olyan helyzetbe kell hozni, hogy azok az áru kiszedés módjától függően hozzáférhetők legyenek. Második árukiszedés, vagyis a megrendelt ételek tároló helyére történő kigyűjtése. Harmadik, megrendelés összeállítása. Az árukiszedéssel egy időben az a lépés is megtörténik, mivel minden egyes megrendelést külön-külön gyűjtenek ki. És végül jön a negyedik, az ellenőrzés, hogy kigyűjtöttük ezt a, e azt az árut, ami nekünk föl volt írva a kis lapocskánkra. Persze erre majd kitérünk egy következő tételbe, de most ennek, ennek a tételnek nem része. Tehát még egyszer ismételjük át. Egy lépőcsés komissziózás, áruáramlás folyamatai, áru előkészítés, amikor a raktába tárolt cikkeket olyan kell hozni, hogy azok áru kiszedés függően hozzáférhetők legyenek, ugye? Árukiszedés, amikor megtörténik valóban az az árukiszedés. Amikor kigyűjtjük a -e tárolóhelyről. Illetve összeállítjuk a megrendelést. Ez, ez az árukiszedéssel egy időben meg is történik ez a megrendelés összeállítás. És a végén fontos, hogy ellenőrizzük is azt, hogy fontos a pontos munka. Na de nem is szaporítanám tovább a szót, nézzük is az egylépcsős komissziózás előnyeit. Tehát, kevesebb szervezési munkát igényel. A sürgős megrendelések könnyen kielégíthetők. Az esetleges tévedések könnyen korrigálhatók. Nézzük meg a hátrányait. Kisebb a komissziózási teljesítmény. Hosszabb az egy eső menetidő. Olyan esetben célszója alkalmazni, amikor a megrendelés kis választékszámú, számú, de a választék elemenkénti mennyiség nagy. Ezt, amit ugye már egyszer elmondtam, itt megismétlem még egyszer. Csak a tanulás kedvéért. Nézzük is meg a két lépcsős, tehát a párhuzamos komisziózás folyamatát. Két lépcsős, tehát párhuzamos komisziózás folyamata. A különböző megrendeléseken szereplő azonos árukat gyűjtőjegyzékben összesítik, tárolási zónánként csoportosítva. A második lépcsőben megrendelőként szétválogatják, és megkezdik, a megrendelések összeállítását. Ott célszerű alkalmazni, ahol nagy megrendelésszám és azon belül nagy választék jellemző. Tehát még egyszer ismételjük el, tehát, tehát két lépcsős komíciózás. Különböző megrendeléseken szereplő azonosárokat gyűjtő összesítik a tárolási zónánként csoportosítva, ugye, másik lépcsőben megrendelőként szétválogatják és megkezdik a megrendelések összeállítását. Előnyei, ugye, magas komisziózási létesítmény élhető el, rövidek az átlagos átfutási idők, egy időben több megrendelés is kezelhető, és, ami itt nem szerepel, jobban kihasználható a tárolótér, illetve a tároló és komisziózárt közötti anyagmozgatást végző gépek kapacitás és jobban kihasználható. De viszont mindennek vannak, minden, mindennek, aminek vannak előnyei, annak vannak hátrányai, és akkor nézzük is meg a két lécsős komíciózás hátrányait. Itt láthatjuk a hátrányait. Nagyobb szervezési és munkaráfordítások szükségesek. Kisebb megrendelések átfutási ideje hosszabb. Sürgős megrendelések nehezebben kezelhetők. Ezt ott célszerű alkalmazni, ahol nagy megrendelés szám és azokon belül nagy választék jellemző. És még az is a hátránya, hogy hosszabbak a megrendelés átfutási idők. a megrendelésenként soros és párhuzamos komissziózás. Ugye két lépcsős, vagy egy lépcsősről beszéltünk, és akkor most térjünk rá. Mivel soros és párhuzamos magyarán az egy lépcsős volt, csak hogy tisztában legyünk a fogalmakkal. Tehát az egy lépcsős volt a soros, a két lépcsős volt a párhuzamos komissiózás. Csak ezek tudatában, hogy tisztába tegyük a fogalmakat, így tudunk tovább haladni. A megrendelésenként soros és párhuzamos komissiózásról fogunk beszélni. A megrendelésenként soros egy stratégia stratégiai esetén a dolgozók, egy teljes megrendelés árui gyűjtik ki, attól függetlenül, hogy az áru a tároló témelyik részében található. Ebben az esetben a megrendelő lap kigyűjtési jegyzékként is szolgálhat, így csak sorrendet kell külön feltüntetni. Megrendelésenként párhuzamos stratégia esetén, tehát más néven ez a párhuzamos nem más, mind a két lépcsős. A megrendeléseket úgy dolgozzák fel, hogy az egyes megrendelések tételeit osztályok szerint csoportosítják, és ezekkel készítik el a kigyűjtési jegyzéket. Ennek a párhuzamos stratégiai megvalósításnak az az előnye, hogy nagyobb teljesítmény érhető el a gépekkel, hátránya viszont az, hogy külön szervezési munkát igényel. És akkor most pillancsunk rá egy pár pillanatra a komissiózási rendszer ismérveire. Mindjárt látjátok a képet. Na, most már látjátok a képet is, tehát van egy részfolyamatunk, meg egy változatunk. A változat nem más, mint a tárolatára és az árukiszedést végző dolgozók mozgásának egymáshoz viszonyatott helyzete az áruk szempontjából. Nézzük is meg a részfolyamatot, amit kiemelt szürkével látunk itt a bal oldalon árukészedés lebonyolítása szerint, árukészedés módja szerint, áruleadás módja szerint. Változatok lehetnek statikus, tehát az ember megy az áruhoz, és dinamikus, amikor az áru megy az emberhez. Nézzük is először ezt az oszlopottás stag statikus módszer szerint. Tehát árukiszedés lebonyolítása szerint van az egydimenziós, a kiszedést végző dolgozó az a talajszinten közlekedik, és kézzel elérhető magasságú árukat gyűjt ki. Árukiszedés módja szerint van ugye a kézi, a legtöbb komissziózó rendszer ugye így működik. Áruleadás módja szerint ugye van a centralizált, a kiszedési ciklus végén, vagy a kiszedéshez használt gyűjtő eszköz megléte, vagy eszköz megtelte esetén, bocsánat, tehát a, felolvasom még egyszer, tehát a kiszedési ciklus végén, vagy a kiszedéshez használt gyűjtő eszköz megtelte esetén, az árut egy központi helyre szállítják. És akkor nézzük is meg a, Dinamikus, tehát amikor az áru megy az emberhez, ott hogy történik, csak hát kitöröm a többit. Tehát ezt nézzük itt, meg ezt, amit most bekarájt ezek itt. Tehát az áru kiszedés lebonyolítása szerint, az amikor a dinamikusba vagyunk, tehát amikor az ember megy az, illetve az áru megy az emberhez, van a kétdimenziós, valamilyen gépi eszköz lehetővé teszi a felfelé irányuló mozgást is. Árukiszedés módja szerint ugye van az automatikus, tehát csak speciális feltételek esetén alkalmazható. Áruleadás áru módja szerint van a, ugye a decentralizált, itt a dinamikusnál, tehát a kiszedett árukat a kiszedő hely közelében lévő folyamatos működtetésű anyagmozgató gép továbbítja a gyűjtőhelyre. Tehát eddig beszéltünk hogy a statikusról, ami ugye egydimenziós, kézű és centralizált, tehát sokkal tisztább, sokkal átláthatóbb, csak itt egyszerre egy el tudnak foglalkozni. És ugye van a dinamikus, amikor zárom meg az emberhez. Ilyenkor ugye vannak bonyolult a módok, például a kétdimenziós GPS, valamilyen gépét kell előteremteni, illetve képet kell vásárolni erre a célra, ami ugye lehetővé teszi a felfelé irányuló mozgást, automatikus az árukiszedés, tehát speciális feltételek esetén alkalmazó, alkalmazható és decentralizált. egy folyamatos működtetési anyag gép továbbítja a gyűjtőhelyre a kiszedett távokat, úgyhogy ennyi. Ezt a táblázatot be is fejeztük akkor, többet nem is beszélek róla. Jöjjön akkor az áru előkészítés módja, statikus és dinamikus. Itt láthatjuk Istánt, az áru előkészítés van a statikus, ember megy az áruhoz, amit a táblázatban már láthattuk. Van a dinamikus, az áru megy az emberhez, anyagmozgató eszköz segítségével. És akkor most néhány szót a statikus komissziózásról, illetve eszközeiről. A tárolótérben történő árukiszedés esetén a soros egységrakomány tároló állványok az áru előkészítés eszközeiként is funkcionálnak. Az áru előkészítés és kiszedés során minden tároló helyet érinteni kell, ahol a kigyűjtési jegyzékben szereplő árukat tárolják. Áró összekészítés egydimenziós, no, ez szintén a statikushoz tartozik, tehát a komissziózás végző dolgozó a talajszinten közlekedik, és ezzel a számára szükséges árukat kézzel elérhető magasságból gyűjti. Itt láthatjuk a kis emberkénket, aki épp kézzel gyűjti, komissziózza az árukat. Tehát ez egy egydimenziós. A kézzel elérhető magasságig terjedez, tehát az 2,2 méter. 2,2 méter magasságig, bocsánat, újraíhan. Így ebben a zónában kell helyezni a megbontandó rakományokat is. A kiszedést végző dolgozó munkáját kézi vagy gépi hajtású eszközök is segíthetik, ugye? Ezek az eszközök például, amit itt is láthatunk, Például egy kis kézikocsi kocsi. Alkalmazásával ugye, amit itt láthatunk, kis kis kézi alkalmaz, a gyűjtési folyamat lassú és munkaigényes. A kézzel kigyűjtött áru elszállítására folyamatos működésű anyagmozgató eszközök is használhatók, ami meggyorsíthatja a folyamatot, például a görgős vagy heverdes szállítópályák. Nézzük is meg a kétdimenziós árukiszedést, ami már a dinamikusra vonatkozik az, amikor az áru megy az emberhez. Tehát valamilyen gépi eszköz lehetővé teszi a felfelé irányuló mozgást, tehát komissziózós targonca. Aki volt nagy raktárba, az biztos láthatott már ilyet de térjünk is rá néhány bő mondatba erre is, tehát a magasabb zónákba a kiszedést végző dolgozót emeli fel a gép, tehát ez a magas emelési targonca, mely lehet kötetlen pályás komissziózó targonca, illetve símpályán közlekedő komissziózós állványkiszolgáló gép. Itt már magasabb kiszedési magasság érhető el, a dolgozó végzi az árok kivételét és a targonca irányítását is, a komissziózási folyamat pedig gyorsabbá válhat. Az egy és kétdimenziós, tehát itt van egy egydimenziós és kétdimenziós árukiszedés, ugye kombinálható is, úgyhogy kézi erővel vagy a komissziózó emelőtargoncával kigyűjtött árut az állványok közé telepított szállítószalagra, vagy görgős szállítópályára helyezik, ami az áványok végén lévő gyűjtőszalaga továbbítja a kiszedett árut. Nagy forgalmú raktárban célszerű ezt gyorsabb árugyűjtési módot választani. Az elkülönített komissziózó térben történő árukiszedés többnyire olyan áru előkészítés előzi meg, amely kedvező hozzáférés biztosít a kigyűjtendő árukhoz, ennek leggyakrabban használt eszköze a görgős átfutó állvány. Ennek a megoldásnak több előnye is van, amikor kombináljuk ezt a kettőt. Tehát automatikusan biztosítja a FIFO elv betartását. Ebből egyébként volt videóm, és itt a lejátszási listában, hogyha nézitek, akkor megtaláljátok. Elkönül, elkülönül az ár utánpótlási és kiszedési oldal nem zavarják meg egymás munkáját. Az áru kiszedési útvonalat lerövidíti, mivel az azonos cikkelemek nem az útvonallal párhuzamosan, hanem arra merelőgesen helyezkednek el, így rövidebb távolságon belül nagyobb választék található. Tehát a dinamikus komissziózás, amikor az áru megy az emberhez. Tehát ez egy függőleges, körforgó állvány, más néven vagy akár paternoster bocsánat, amit itt láthatunk a képen. Jól nézzük meg. És van a dinamikus. Amiről most fogunk beszélni. Tehát az áru, áru előkészítés vízszintes körforgó állványa, tehát karussellel. De nézzük is meg a dinamikust. De néhány szót mondok is róla. Tehát az egységrakományok rakományok esetén a rakományokat először az árutároló térből a komissziózó térbe, tehát más néven manipulációs tér. Az áru helyére kell eljuttatni, majd a szükséges áru mennyiség kiszedése után a megbontott rakományokat vissza kell szállítani a tárolótérbe. Ezt a szakaszos vagy folyamatos működésű anyag mozgató géppel lehet megoldani. A kisebb terjedelmű egyedi áruk vagy tárolóládák gyűjtőcsomagolásban elhelyezett áruk esetén vízszintes, illetve függőleges körforgó állványokat használnak, amelyek a megfelelő, megfelelő függesztékeket továbbítják a kiszedő helyhez. És nagyjából szerintem a hatodik részt ezzel be is fejeztük, úgyhogy én most elköszönnék, további jó tanulást kívánok!